Egy rövidke üzenet van ma itt nálam, amit elmondok. És ennek a címe, mindig címet kérnek tőlem az elején, mondom, néha a cím csak a végére derül ki, miről is akar Isten beszélni. De az a végére kiderült, amikor meg végigmentem, hogy amiről Isten akar szólni, hogy megtalálni az identitásunkat ő benne. Vajon hogy is kell magunkra úgy tekinteni, hogy az Istennek tetsző legyen? Hogy Istennek az tetsző legyen. Mert nagyon sokszor mérjük meg úgy magunkat, hogy az nem az igei mérték szerint való. Alábecsüljük például magunkat. Azt gondoljuk, hogy én erre nem vagyok elég erős, vagy nem vagyok erre képes, vagy nem fogok ebbe a dolgba megállni. Nem tudom teljesíteni ezeket az elvárásokat, amit a világ felém szemben követel. Sokszor vagyunk így, ilyen érzéssel, úgymond kis hitűek vagyunk, miközben Isten a teljes királyságát belénk helyezte. Képzeljétek el, belénk helyezte az ő királyságát, az ő életét lehelte belénk, az erejét adta nekünk, a szeretetét adta nekünk, és azt mondja, hogy mindenre képesek vagyunk a Krisztusban, minden lehetséges nekünk a Krisztusban, és erre nem vagyunk föltankolva. Mert az igében, ha nem, nézzünk bele elég gyakran, és nem nézzük, hogy ő mit ír arról, hogy ki vagyok én, ő benne, akkor nem fogom magam így megmérni. És nem fogom így becsülni magam, és az önbecsülésem az alatta lesz annak, ahogy Isten becsül engem. Mert az ő alkotása vagyunk, ne felejtsük el, amikor magunkat alábecsüljük, akkor az ő mértékét nem hozzuk, és az ő szavának nem állunk meg. Ugye, az ő szava áll meg egyedül, tehát alábecsüljük az ő képességeit magyarul. Az ő képére és hasonlatosságát teremtett minket, akkor azért vagyunk valakik, nem? Akkor azért kihúzhatjuk magunkat, hogy akármit is mondolom a másiknak, hogy becsmérel, azért akkor vagyok valaki, mert ezt Isten mondta rólam. Ugye? Ha Isten mondta, akkor megáll? Hát akkor megáll. Ő egyedül az igaz, és az ő szava az igazság. Ugye? És akkor rögtön ki tudjuk magunkat húzni, még akkor is, ha halljuk ezeket a becsmérlő kritikákat néha, hogy úristen, ezt mondta rólam a másik. Tényleg mondta? El se hiszem róla, de visszahallom. Nem baj, le kell rázni magunkról. Le kell sok mindent rázni magunkról. Isten mást mondott rólunk. És az számít, amit ő mond rólunk, és abban meg tudunk erősödni, és az által mi veszünk egy olyan erőt, hogy tényleg képesek leszünk sasszárnyakon kiszállni a világban, és a szellem szárnyain megcselekedni azt, amit ő akar. Amire minket elküldött ide a földre. Mert valamire eljött, nem mi akartunk jönni, valljuk be őszintén. Ha megkérdezel valakit, akartál jönni? Hát fogalma sem volt valahogy, hogy kell ezt csinálni. Egyszerűen csak észrevettük, hogy itt vagyunk, ugye? Vagy a szüleink akartak minket, vagy talán még az sem. Lehet, hogy nem is terveztek minket. Csak úgy mégis lettünk. És aztán megszülettünk erre a földre. De teljesen más, ahogy Isten tekinti, mert Isten küldött minket egy küldetéssel. Az ember, az pedig egy szülő, például házas már, akar egy gyereket. Lehet, hogy megszületik, lehet, hogy sokáig akarják, nem születik, lehet, hogy nem akarták, és megszületik, sok verzió van, de itt vagyunk, igaz? Itt vagyunk, és Isten küldetéssel küldött le minket. És az a fontos, hogy amit ő akar, amire mi küldött minket, amilyen címkével ő megcímzett minket, hogy ne gyere, és ezt a pályát fúzd meg, na azt megtaláljuk, és beteljesítsük. Ez a küldetésünk, az Isten, van egy isteni küldetésünk. Múlt héten beszéltük, hogy Dávidot elküldte az apja a frontra, a testvéreihez, hogy vigyél élelmet a harcvonalon, hogy ne éhezzen a hadseregben, a sereg. És ez volt a küldetés, ott kellett hagynia a juhokat, és elment a frontra. És testvérei lenézték, hogy ott hagytad azt a pár juhot, mit keresel itt? Mi ez a nagy mellény, hogy majd te legyőzöd ezt a Góliátot? Hát miért jár már megint úgy a szád, ahogy mindig is szoktál így nagyzolni magadról? Ez a pici Dávid volt, 17 évesen. De volt egy isteni küldetés mögötte. Volt egy olyan küldetés mögötte, hogy egy kiképzésen is részt vett. Megölte az oroszlánt, megölte a medvét, szétírta a saját kezével, amikor megtámadta a nyájat. Igazi jó pásztor volt. Az életét adta oda. És az Úr ereje volt ott, és ő megtapasztalta, hogy kell az Úr erejében járni, hogy
körbejáró ellenséget darabokra szaggatta, de a bárányokat nem érintette. És tudta, hogy az Úrjaiban meg tud állni a nagyobb kihívásoknál is, és amikor ez a Góliát elkezdte becsmérelni Izrael Istenét, azt mondta, na ebből elég, ezt én nem hallgatom. Mert az az Isten, aki kiszabadított engem a medve és az oroszlánnak a karmából, az kiszabadít engem ebben a meccsben is, és az a körülmetéletlen, szövetség nélküli Góliát, ennek én ma a fejét veszem. És odadom az égi madaraknak a testét. És még egy kard se volt nála. Mivel? Kérdezte. Saul mondta, hát hogy fogsz vele mérkőzni? És próbálta ráadni az ő harci ruházatát. Vedd föl akkor legalább, hogy legyen valami védelmed. És akkor Dávid fölvette ezt a ruházatot, ezt a hadi fegyvezetet. Létni se tudott benne. Azt mondja, ebben én nem tudok járni, hát ez egy olyan méret és olyan súly, hogy életemben nem jártam ilyenbe. Hadd maradjak én az én fegyverzetemnél, amit én ismerek, amire Isten engem kiképzett. Tehát mindannyiunknak más és más a megállása a harcokban. Mindannyian ki vagyunk képezve a frontvonalra, de másként, és más megmérettetések várnak ránk. És Dávid azt mondta, én inkább veszek 5 kis lapos kövecskét a patakból, nekem az elég lesz. Meg a Saul teljesen kétségbe volt esve, hogy mi lesz ezzel a fiúcskával. Mert ugye nem látta azt, amit Isten látott. Ugye? És Dávid tudta, hogy az Izrael Isten őt meg fogja tartani ebben a megmérettetésben. És amikor színről színre meg kellett állnia a Góliáttal szemben, akkor ez a kicsi Dávid szaladt a Góliás felé. Nem meghátrált, meg nem, jaj, mégiscsak, nem lesz ez így jó. Semmi félelme nem volt. És eldobta az első paritjáját, és az első paritján angyali seregek utaztak. Egészen be a homlokába az óriásnak, és az úgy elhanyatlott, hogy eszméletét vesztette. Egy kis lapos kövecskétől. Úgyhogy ez meg volt előre, tervezve Istennél, hogy kiképezte Dávidot azokra a helyzetekre. Ez van a mi életünkben is. Jövünk ide le a földre, és aztán kapunk egy kiképzést. És nem tudjuk, miért megyünk át olyan dolgokon, amin abszolút nem kívántunk volna végigmenni, ha a mi akaratunktól, vagy minket kérdezett volna ugye bárki. Miért csöppentem én bele ebben? Miért kell nekem végigmennem ezen a hitpróbán, meg azon a hitpróbán? Miért? És miért? És annyi miért van az emberekben, azt tapasztalom. De azt valahol olvasom azért a Bibliámban, hogy Isten nem engedi meg, nem hagyja, hogy afelett legyünk megkísértetve, mint amit elszenvedhetnénk, mint amit megbírunk állni. Úgyhogy Isten nagy bölcsességében nem enged bele nagyobb megpróbáltatásokba, megmérettetésekbe, így mondom inkább, mint amit elszenvedhetünk, mint amiben megbírunk állni, hogy megerősödjünk által, hogy erősebbek legyünk, hogy le tudjuk rázni azt a port magunkról, és tovább tudjunk menni, és a következő megmérettetésben meg tudjuk mutatni a még nagyobb dicsőségét Istennek. Ezért engedi meg, hogy az ő dicsősége kijöhessen a megmérettetés után, és az még nagyobb dicsőség legyen, mint ahol előtte jártunk. Ezért írja, hogy dicsőségről dicsőségre változunk el. Ugye? Az ő képére is hasonlatosan. Ez egy elváltozás. De nem a kárunkra van, hanem a javunkra van. A javunkra van ez a sok megmérettetés. Amikor benne vagyunk, akkor nem így gondoljuk. Akkor majdnem összeroskadunk benne néha. Akkor nem így gondoljuk. De amikor kijöttünk belőle, és látjuk, hogy az Úr megint megsegített. Újra velem volt az én Istenem. Mit tett megint értem az én Istenem? Akkor utána azt tudjuk mondani, hogy megint nagyobb dicsőségbe öltöztetett, mint előtte voltam. És ragyog rajtam az ő dicsősége. És így kell látni minden hitpróbát. És így kell végigmenni rajta. És ő neki dicsőséget adni mindenben. Mert ugyanis, ha őt szereted, akkor mindig minden a javadra fog válni. Még akkor is, ha nem gondolnád, amikor benne vagy. De a javadra fogja fordítani azt. Mert van olyan hatalmas, hogy minden helyzetet meg tud fordítani. A te javadra. És az ő királyságának a javára. Mert abból üdvösségek születnek. Ha be kell menned egy kórházi vizsgálatra, akkor ott egészen biztos, hogy legalább a két ágyszomszédod, de lehet, hogy a másik kórteremben is, jönnek üdvösségek születnek.
Mert te szólni fogsz Krisztusról. És az üdvösség sokasodik általa. Akármilyen megmérettetésekben vagyunk. Ez még az előző heti üzenetemnek a végére kívánkozott, mert erről volt szó, és hogyha bővebben akartok hallani erről, akkor a múlt heti tanítást javasolom nektek, mert azt ott a végén már nem volt időm elmondani, de a mi azonosításunk, saját magunknak a megméretése önmagunkban. Itt kezdődik minden. Ma még nem találod meg magadat Krisztusban, addig nem fogsz tudni segíteni a másiknak igazán, és nem fogod tudni Krisztust igazán képviselni a világnak. Először önmagadat kell megtalálnod Krisztusban. Ez nagyon fontos dolog. Sokan kimennek úgy szolgálatba, hogy magukat nem találják még. Mai napig nem találták meg önmagukat és azt a békességet, ami Krisztusban van. Vagyis nincsenek szilárd alapokon. Nincsenek azon a kősziklán, ahonnan úgy és hathatósan lehet azt az igét szólni, hogy valóban bemehessen a másik szívébe. Hogy el tudjuk kezdeni a mai téma görgetését, mindig legjobb a Biblia legelejére menni. Mert ott az első könyvben, annak az első fejezetében le van írva a lényeg. Szoktam mondani, ha megértsünk mindent, vissza kell menni az elejére. Az Isten öröktől fogva van, és öröktől fogva való is lesz, de ami ránk vonatkozik, az a Mózes 1-1-ben kezdődik. Az 1 Mózes 1-ben kezdődik, amit nekünk tudni kell. Amitől kezdve nekünk világosságot kell kapni, mert Isten öröktől fogva való. Mi volt előtte, az 1 Mózes 1-előtt, az nincs az orrunkra kötve. Tudósok utakodnak a milliárdos évekről, de vagy jól mondják, vagy nem. Ami itt meg van írva, az a biztos. Nekünk pedig innen kell tudni, hogy akkor mi történt, és hogy került az ember ide bele a képbe. Mózes első könyvében van egy döbbenetes szava Istennek, amikor elhatározta azt, hogy kell neki ez az ember, aki ma itt a Földön él. És azt mondta, az 1 Mózes 1-ben így szól Isten, teremtsünk embert, figyeled-e a többes számot? Ez az első, ami le kell döbbenni, hogy Isten többes számban beszél. És azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Elképesztő. Isten többes szám. Vagyis megjelenik a Szent Háromság az első fejezetben. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem közösen egy akaraton előszólítják a gondolatukban, hogy legyen egy ember, akit meg kell teremtenünk, és az az ember olyan legyen, aki a mi képünkre, és azt Isten mondja, a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra legyen itt előttünk. És az Isteni Szent Háromság szólít tehát. Ők hárman egy akaraton. A János első levelében olvasott, hogy az Atya, az Ige és a Szent Szellem ők, mert akkor még ugye úgy, mint Jézus nem létezett, mert az Ige, amikor testé lett, akkor lett Jézus. De kezdetektől fogva létezett, mert kezdetekben volt, olvasod, az ige. Vagyis ami itt szól, hogy teremtsünk embert, ez az Atya, az ige és a Szent Szellem voltak együtt. És hárman elhatározták, hogy kell nekünk ez az ember. Teremtsünk embert. És ha ezen elkezdesz gondolkodni, akkor már megy fölfelé, ez az mutató benned, hogy te mennyit élsz Istennek, és hogy ki vagy te ő benne. Istennek vágya volt arra, hogy legyen egy olyan teremtménye, aki hasonlít őre. Az ő képére legyen. Az ő képére, és az ő hasonlatosságára. A képben benne van az, hogy úgy néz ki, mint ő, ugye? Van két kép. Jé, ez a két kép mennyire hasonlít. Ez a kinézetre van. És kik mondják ezt? A Szent Háromság. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem
ők hárman. És ezért vagyunk mi, mint emberek, hármas felépítésű lények, az ő szavukra és az ő teremtésükre. Vagyunk mi is szellem, lélek és testből. Vagyunk szellemi lények, mert maga Isten szellem. És az ő képükre lettünk teremtve. Tehát a szellemünk az Istennel paralel. Mert hasonlatosságra lettünk teremtve. Az ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Vagyis a szellemünk az Istennek a hasonlatosságára van megteremtve. Teljes egy az egyben. És az többenet is, és ez az örök részünk. A Szent Szellem, Károli nem véletlenül hozza úgy, hogy Szent Lélek. Mert a drága Szent Szellem az a lelkünknek a simogatója és felkarolója. És a lelkünkkel kapcsolatos dolgokkal foglalkozik. A lelkünk vigasztalója, ugye? A lelkünknek a támogatója. Tehát az a Szent Háromság, aki előszólította az embert, ő közülük a Szent Szellem a lélekkel van egybekötve, és van rábízva, mint lélek. Azért a Károli bátran jól írta, amikor azt írta, hogy Szent Lélek. De végül is a Spirit szó szerepel ott, Szent Szellem. De tudjuk, hogy a drága Szent Lélek az, Szent Szellem, aki a lelkünknek a kapcsa. És a lelkünk dolgaival foglalkozik. És a gondolatainkkal. Azokat, hogy megújíthassuk. A lelkünknek a része a gondolataink. Ugye? Az akaratunk, az indulatunk. Ez mind a lélek része. A Szent Szellem foglalkozik ezzel. Szent Szellem teszi bársonyossá. Hogy olyan legyen, mint Isten. Az ő képére formál minket. A lelkünk területén. A lelkünk területén. És akkor pedig jön az ige. Olyan harmadik, ugye? A Szent Háromság közül. Az ige, aki a kezdetektől fogva kezdetben volt az ige, és a tulajdonsága, hogy testet ölteni képes. Jézus is így jött, az ige testé lett. Vagyis az ige, amikor benne voltak ebben a szándékban, hogy teremtsünk embert, akkor az ige volt az, ami előhozta azt, hogy az ember végül is fizikai testben is van. És fizikai testünk van, az ige hozta elő. Az ige. Az igével lehet paralel állítani a testünket. Ezért, hogyha az igével táplálod nem csak a szellemedet, annak kitükröződése lesz a testtől. Testet meg fogja újítani, és meg fogja gyógyítani. Az ige teszi ezt. Mert hasonlatosságára lettünk teremtve. Az Atya, az ige és a Szent Szellem kívánsága, és ők hárman egyek, mint Szent Háromság, teremtsünk magunknak embert. És ez megtörtént, itt vagyunk. Na most, tudni kell azt, hogy ez hogy folytatódik. Mire teremtették az embert? Arra, hogy uralkodjék. Ez az első szó, amire el lettünk hívva. Uralkodjék. Uralkodjon egymáson. Uralkodj, leuraljuk egymást. Erre vagyunk talán teremtve. Sokan gondolják. De nem ám így, ha nem így írja. Hanem, hogy az ő teremtett világán uralkodjunk. Nekünk adta a tengerhalait, az égmadarait, a barmokat, az egész földön, minden csúszó, mászó állat fölött. Teremtsünk egy embert, aki uralkodik. És olyan legyen, mint az Isten a földön. A mi képünkre és hasonlatosságunkra. Istent teremtsünk a földön. Kisistenek. Gyakorlatilag. Kisisteneket. És ekkor megteremti az Isten az embert, az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Kétféle nemet hozott tehát Isten elő. Megáldá Isten őket. Mondanékik, szaporodjatok, sokasodjatok. És ezt a parancsolatot a mai napig teljesítjük. Ez a parancsolat mindenkinek jól megy. Szaporodjatok, sokasodjatok. A föld sokasodik. 8 milliárd ember él a földön, és vannak családok, ahol szinte évente születik egy gyerek. Főleg azokban az országban, és világokban, ahol nem számít, majd felnő a gyerek, a másik fölneveli. Tehát bőséggel van népesség a földön. Tehát ez a parancsolat a mai napon is élőben, működésben van. Bár a szeretet parancsolata működne így. Igaz? Micsoda dolog lenne, az egész föltele lenne szeretettel, szaporodna a szeretet így. No, tehát Isten azt mondta, hogy
Legyen ez így, és megáldá őket Isten, vagyis az ember áldottnak jött a földre. Isten áldásával jött a földre. Megáldá Isten őket, mondanékik ezt a parancsolatot. Hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok. Tehát egy uralkodásra hívta el az embert. Felruházta egy hatalommal. Felruházta egy hatalommal. És elgondolkodható, hogy az emberi hármas felépítésünk, a szellem, a lélek és a test. A szellemünk az öröktől fogva létezik, ezt írja az ige, több helyen, minden ige helyre nem fogok elmenni referencia szerint, de tudjátok, hogy írja, hogy öröktől fogva léteztünk ő benne valahol az ő szívében, és ismert minket a világ teremtése előtt. Isten, ez a szellemünk. Benne voltunk a szívébe, Isten szellemébe. Ott hordozott minket az ő szívébe, és ismert minket, tehát a szellemünk örökké való. Isten képére és hasonlatoságára. A testünk azonban úgy lett, hogy Isten formált a földből port vett, megformálta, és bele lehelte az ő életét. És ekkor lett Ádám az élő léleké. Vagyis a testünk az egy ideig valóságot képvisel, míg a szellemünk örökké való. Az emberek fogalmuk nincs a legtöbb embernek arról, hogy ez az élet nem csak ezt a földi életet takarja, ezt a mulandó életet, hanem egy örökké valóságra van elrendelve az ember. A szelleme örökké való. Isten képére lett teremtve, és Isten is örökké való. Szellem. És a szellemünk örökön örökké él. Életre van teremtve. Úgy vagyunk örök életűek, hogy van szellemünk. A testünk az mulandó. És porrá lesz. Porból vétetett, porrá lesz. Viszont a szellemünk képes arra, hogy majd egy napon újabb testet öltsön magára, egy megdicsőült testet. Ez az elragadtatásnál lesz, vagy a feltámadásnál. Ha megmaradunk és élünk, amíg az Úr eljövetele, akkor azonnal elváltozunk, egy szempillantásban. Az utolsó trombita szóra, elragadtatásnál. Ha előtte elalszunk, keresztény nem meghal, elalszik, akkor pedig porrá leszünk. És aztán a szellemünk, ami örök, ami eddig elmegy Istenhez, az amikor visszajön Jézussal, akkor megvan az a képessége, mely Isten itt teremtette, hogy egy új testet öltsön magára, egy megdicsőült testet, ami örökké való lesz. Vagyis a test is örökké valóságban lesz majd. Mindez azért volt szükséges, mert történt egy szörnyű dolog ott az Éden kertjében. Az ember bukása, az engedetlenség, ami Ádámnak és Évának a közös műve volt, kiteltett róla jobban, azt csak Isten tudja, mert ugye a parancsolatot Ádámnak adta Isten, de az Évát vakította meg a kígyó, és az befolyásolta a férjét. Na most ez egy csapatmunka volt. Itt mindenki tehetett valamennyiről, de Ádám rögtön mondta, hogy az asszony adta nekem. Persze, az asszony megmondta, hogy a kígyó ámított el engem. Tehát rögtön megvolt az, hogy nem én tehetek volna, hanem a másik. Ez mai napig be van oltva az ember természetébe, ez a kígyó természet, hogy mindent nem ért a másik tehet. A lényeg az, hogy jó csapatmunka volt, de az Isten eredeti terve rögtön az elején megcsorbult. És azt mondta, hogy az ember ne éljen örökké a földön. És akkor az ember teste halhatóvá lett, és először hosszabb ideig éltek az emberek. Aztán később Isten ezt is megváltoztatta. De lényeg az, hogy nagyon sok változáson ment át ez az eredeti terve Istennek, amikor az embert idehozta a földre. És az ő akaratából vagyunk itt. És nem azért, mert te meg akartál születni. Mert téged a kutya nem kérdezett. Meg akarsz-e születni, vagy sem. Itt vagyunk. Tényállás. És hogy miért vagyunk itt? Isten küldetéséből vagyunk itt a földön. Feladataink vannak, célkitűzéseink vannak, és nagyon kevés ember van, aki csak egy kis részét is megismeri és meg tudja futni annak a gazdagságnak, amire Isten az embert elküld ide a földre.
Nem anyagi gazdagságra gondolok, hanem szellemi és minden értelemben való bőséges, bővölködő tervek sokasága van, ránk bízva, Isten megtervezte ezeket. És az új teremtésnél pedig, mert erre is szükség volt az ember elbukása után, Isten azt mondta, hogy jó cselekedetekre újonnan teremtem az embert. És ezeket a jó cselekedeteket szeretnénk megtalálni minél inkább itt a földi életünkben. Hogy Istennek a tetszésére lehessünk valóban. A mai tanulmányozásunk az arról fog szólni, hogy a fizikai életünknek a fázisa hol kezdődik? Az anyamében. A kezdete. Hol kezdődik? Hogy mit ír erről a Biblia? Mert ugye a szellemünk az öröktől fogva van. Szellem az örök életű. A fizikai testnek a felvezetése. Ugye az a fogantatásnál. Akkor megfogan az a kis embrió, hogy ami drága Istenünk, már ott elkezdi megmutatni a kegyelmét. A 139-es Zsoltárban van egy igen megható ige erről. Szeretném azt nektek elolvasni több okból. Hogy megértsük egyrészt, hogy milyen drága az a kicsi élet, ami még nem is látszik. Az a kis embrionális élet. Hogy mi van abban? Mit hordoz? Mit hordoz? 139-es Zsoltárban 13-as versre fogom nektek olvasni. Bizony te alkottad veséimet, kezdi a Zsoltáros. Vagyis a veséinknek is tökéletesen kell működni. Amit Isten alkotott, az mind tökéletes. Minden szervünket ő alkotta. Az ott a tökéletességben kell működni. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Vagyis el voltunk rejtve a világ elől, amíg nem készültünk el. Az anyánk méhében voltunk elrejtve. Isten a markaiban metszett fel minket, és az ujjaival takargatott minket az anyánk méhében. Ugye egy drága kis élet van rábízva, arra az édesanyára, az anyamében, de az az élet Istentől jön, és Isten takargatja azt a kis embriót ott az anyamében, és így folytatja a Zsoltáros, magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál, csodálatosak a te cselekedeteid. Nem volt elrejtve előtted az én testem, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Vagyis a testi életünkről mit mond az ige? Hogy amikor elindul ez a folyamat, hogy készen állunk arra, hogy megszülessünk a földre, akkor ez az első 9 hónap el van rejtve a világ elől. Nem látja senki, csak az anyuka tudja, hogy kicsit méretnövekedés van, és itt belül valami készül. Legelőször az édesanyja veszi észre. És jön egy új élet. És Isten munkálja azt. Isten munkája az, és Istennek a kegyelme van benne, és ő előle nincs elrejtve, ő végzi, ő formálja, és az ő tervei szerint alakul ott bent minden. Az anyamében, mint a föld mélyében, úgy van elrejtve ez a gyönyörű kis élet. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. Képzeld el, van egy könyv, ami meg van írva a te formáltatásodról, a fogantatástól kezdve. Van egy könyv rólunk. Az ige mondja. Isten ezt is gondosan beírta. Beírta abba a könyvbe. Bár még senki nem látta, de Isten tervei szerint alakul ott is minden. Be voltak írva, és a napok is, amelyeken formáltatni fognak. Vagyis a fizikai földi születésünk is elrendelt időben jön Isten tervei szerint elő. Annak ellenére, hogy te nem akartál jönni. Ugye, mert nem tudsz róla, hogy akartál, vagy nem, fogalmad nincs róla. De valahol eldöntötték odafönt, hogy ekkor és ekkor ezen a napon meg fogsz születni. Így fogsz formáltatni, ilyen testet fogsz ölteni. És lejöttél ide a földre. És ezek a drága szervek, amik benned vannak, az egész tested, ezek Isten gondviselésében megformáltattak. És ha még egyszer meghallom, hogy jaj, de milyen szörnyen nézek ki, tudd meg, hogy Isten formált téged ilyenre.
Úgyhogy ne szidjuk, megszaggassuk Istent. Ő az, aki minket ilyenre formált. Ha az ő neki tetszésére voltunk, akkor ez így jó. El lehet egy kis kozmetikával követni, még jobban nézünk ki, de Istennek tetszésére vagyunk, ez a lényeg. És az ő formált minket, és megírta a könyvében. Ezeket be voltak írva a könyvében. A napok is, és a mikéntje is, amelyen formáltatni fogunk, holott egy sem volt még meg közülük. Mielőtt fogantattunk, meg volt írva ez a könyv. A szerveinkről, mikor születünk, minden rólunk el volt rendezve Isten szívében. Hogy gondolkodtunk-e így már magunkról? Ez megint följebb emeli a mércénket. Egyrészt Isten képére és hasonlatosságára lettünk eltervezve és előszólítva az ő teremtésében. Aztán elkezdett írni rólunk egy könyvet, hogy ez a kicsi szellem így fog kinézni. És ekkor fog megfogantatni. És ekkor fog megszületni. És aztán vannak más könyvek is Istennél, hogy ezt és ezt fogja megcselekedni. Erre és erre hívtam el az ő életét. Az elhívásaink is odaadattak nekünk még, mielőtt megszülettünk volna. Megvannak az elhívásaink is a Krisztus testében, hogy mik a feladataink. Tehát Isten minden pontosan eltervezett. Hát ha ezt eltervezte, akkor gondolhatod, hogy minden másra is gondja volt. Ugye? Egy ilyen gondos Istenünk van. Nem történik semmi véletlenül. Egy véletlenszerűen az életünkben, mert Istennek ezekre gondja volt. És ekkor azt mondja a Zsoltáros, hogy és nékem mi drágák a te gondolataid. Mert amikor erre rádöbbenünk, hogy ez így van, akkor azt tudjuk csak mondani, Uram, mi csodálatosak, mi drágák ezek a gondolatok nekem, hogy te ezeket mind elgondoltad én rólam. És amikor így elkezdünk a gondolatainkban beszélgetni Istennel, tudod, hogy ez egy drága közösséget hoz elő? Mert értékeled őt. Értékeled ezt. És annyira semmibe vesszük az életünket sokszor. És olyan értételnek gondoljuk magunkat. Miközben ez nem így van. Tehát ez a mai nap, hogy az identitásunk ő benne, itt kezdődik. Hogy ilyen fontosak vagyunk neki, hogy a formáltatásunk, a szerveink, az elrejtetésünk az anyamében, a nap, amelyen fogantatunk, minden fel van nála írva, ilyen fontosak vagyunk neki. Az ő királysága, ő tervezett, ő akart, azért születtél meg? Azért vagy itt? Akkor illik-e azt mondani, hogy Uram, akkor szeretném megtudni, miért vagyok itt? Keresni őt. Keresni az ő ábrázat. Miért vagyok itt? Mi a teendő? Mit szeretnél, Uram, hogy tegyek? Itt vagyok, neked vagyok itt. Te érted vagyok itt. Te miattad vagyok itt. Te általad vagyok itt. Tehát végig gondolni, engedelmességet fog szülni a szívünkben. Egy nagyobb fajta engedelmességet Isten felé. Mert azt hisszük, hogy mi magunk birtokoljuk az életünket, és nem. Istenné vagyunk. És Isten birtokol minket. Az Isten tulajdon népe vagytok, ezt írja. Isten tulajdon népe vagytok, vagyis ő adta az életedet, és neki tartozol számadással. Nagyon fontosak ezek a gondolatok, és ezek ilyen szellemes gondolatok, időzni rajta, hogy az önértékelésed nagyobb legyen, és nagyobbra becsüld magad, ő benne. Ő benne. Ő benne. És ide is fogunk ma eljutni, nagyon, nagyon remélem, hogy nem sok igével jöttem a mai napon, de ezek mind erről szólnak, és ebben fognak minket bátorítani. Ézaiás 44-es fejezetben, a 24-es vers, még mindig erről szól. Így szól az Úr, megváltód és alkotod, anyád méhétől fogva. Megint erre utal, anyád méhétől fogva az én gondom vagy. És az nem szűnik meg azáltal, hogy megszületünk, meg elkezdünk növekedni. Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, és akkor kiterjeszti, hogy a te látókörött szélesedjen. Én vagyok az az Úr, aki az egeket egyedül kifeszítem. Tudod, mekkora Úr vagyok, én mondja? Nem csak, hogy téged az anyád méhétől hoztalak ide a világra, hanem én vagyok az, aki az egeket kifeszítem. Én akkora Isten vagyok, hogy az egekre is nekem van dolgom. Az egeket kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól. Mutatja neked, hogy mekkora.
hogy nyugodtan bízd magad rá. Bízd magad rá, bízz ő benne. Én vagyok, az egész földet én szélesítem ki saját magamtól. Nem kért segítséget senkitől. Magamtól. Mondja, az egeket egyedül kifeszítem. A bolygókat ő maga tartja. Hatalmas szavával, rendjén. És azok mind a helyükön vannak, és a maguk pályáján kerengenek. Hatalmas egy szavával. Egy ilyen hatalmas Istenünk van, és ezzel mind azt akarja mondani, hogy figyelj ide, én vagyok ez az Úr. Én vagyok a te megváltód, én vagyok a te alkotód, anyád méhétől fogva. Az én gondjaimra vagy te bízva. Bízzál bennem. Bízzál bennem. Ezt mondja itt az Úr. Bízzál bennem, bőséggel. Bőséggel van hatalmam, erőm arra, hogy ha megírtam abban a könyvben a szerveidet, amikor még az anyamében voltál, ott is leírtam mindent, hogy hogy kell legyen. Ma is meg van írva minden, hogy hogy kell legyen, és az úgy van jól, bízd rám magadat. Bízd saját életedet rám, mondja az Úr. Bízzál bennem. Bízzál bennem. És ezzel az üzenettel meg tud nyugodni a szívünk. Nagyon sok minden nem a mi hatáskörünkben dől el, és nem szabad, hogy a saját vállunkra vegyünk olyan terheket, amit ő már elrendezett. Elrendezte ezeket. Az elhívásunkat. És mutatja ezek az égben, mi hatalmas ő, hogy az egeket ki tudom feszíteni, akkor talán gondom tud lenni az életedre is. Ugye ezt mondja ezzel az igével. Az igének a hangsúlyozni. Figyeljétek néha Istennek azt az üzenetét, amit a sorok között szól hozzád. Az is benne van. Hogy miért mondja ezt? A 22-es Zsoltárban van egy gondolat ezzel kapcsolatban. 9-es, 10-es versekben. És ezek Jézus profétikus szavai. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Tehát az, amikor testet öltünk, mi történik ott? Ő az, aki biztatott is minket. Azt a kis csecsemőt, hogy a világra jött, és hogy most növekedés van, és az édesanyja emlőin kell növekednie. És Jézusnak is szüksége volt ilyen biztatásra, és ez is az atyától jön. Te hoztál ki engem az anyám méhéből, mondja itt maga Jézus. Bíztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta te gondod voltam. Anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Az egész 22-es Zsoltár egy profétikus Zsoltár a Messiásról. Ezek itt a Messiásnak a gondolatai, szavai, a testet öltése utánra. Vagy az ige örökévaló, de testet ölteni, akkor jött le a Földre, amikor elrendelt ideje volt. Annak is rendelt ideje volt. És neki is szüksége volt erre a biztatásra, és nekünk is minden nap. És ezt meg is kapjuk tőle. Ezt meg is kapjuk ezt a biztatást őtőle. Testünk dolgaira neki gondja van, rábízhatjuk magunkat. Talán a leghosszabb, vagy legnagyobb felületű szervünk az az érrendszerünk például. Elgondolkodtam rajta, hogy a bőr is egy nagy felület, meg a bérrendszer is, meg a szerveinknek is nagy felülete van, de a legnagyobb felületű szervrendszerünk az vérkeringésünk, az ereink, ha jól van ez. Nem tudom, jól mondom ezt, doktor úr? Jó? Köszönöm szépen. Tehát akkor nem tévedtem, elgondolkodtam, hogy azok a főerek, a viszerek, a vének, a hajszálerek, a keringésünk oda-vissza, föl alá, szívünkből, föl a pumpa, le a pumpa, föl a fejünkbe, le a lábunk ujjáig. Képzeljétek el, az összes ér, hogy dolgozik a kis hajszálerektől kezdve. Ez az érrendszer mekkora felület? Milyen hosszú? Hány kilométer összesen? Tudósok tudják csak. És minden egyes sejtfala ennek az érrendszernek Isten kezében tökéletesen működik, ha rábízzuk, és a Szent Szellem vezényli ezt a testünkben. És ez működik. Tökéletesen. Mert neki gondja van rá. Ha ezt tudjuk, nem kell aggódnunk a keringésünk miatt. Meg mi lesz ebben, meg mi lesz ebben. Az ő kezében van. És tökéletesen kell működjön. Mert ő az, aki biztat minket az anyánk méhétől fogva. És erőt ad erre, és működés képessé teszi a testünket. Ez egy csoda, kész csoda az emberi test. És ma
ezt az identitásunkat, hogy a testünknek is ő benne van a helye, és a gondviselése, működése, szellem, lélek, test, mind rá vannak bízva. És tökéletes működésben vannak. Ezért garantált nekünk a gyógyulás. Hát Isten nem beteg testet teremtett, hanem egy egészséges testet. A szívek, az artéria és minden egyes szerv megvan írva az ő könyvében, hogy kell működjön, és annak úgy kell működnie. Dicsőség legyen Istennek. Amen, ezt azért gondoltam, hogy elmondom, mert sokat prédikálunk a gyógyulásról, de a részleteiben nem gondolunk bele. Kinek a kezében van? Ő tartja a kezében ezeket, mind ezeket. A májban óriási gyógyítókenet van közben, miközben prédikálunk. Drága Szent Szellem, pecséteket tesz az igére. Ki az, aki bizonyságot tesz az igazságról? A Szent Szellem. Miközben az igét prédikálom, ki pecsételi ilyen? A Szent Szellem. Ki hozza a gyógyításokat? A Szent Szellem. Most egy óriási munkával elindult a májban a gyógyító munka. Azok a máj sejtek is olyanok lesznek, mint ahogy megvan írva az ő könyvében. Arra megvan írva, hogy a májnak hogy kell működnie. És ez mindaz a méreganyag, amit beszennyezte, meg amit eszünk, meg a levegő, meg a... Nem abban a birodalomban működik a testünk, ahol az Édenkertjében Isten teremtette. Ezért Istennek állandó gondja van arra, hogy helyreállítsa, kitakarítsa, kitisztítsa. Helyreállítások folynak a testünkben. Táplálkozástól kezdve mindenféle probléma előadódhat, hát nem úgy eszünk, ahogy kellene, amire Isten teremtett minket. Először, amikor az embert először teremtette, akkor a maghozó zöld füveket teremtett mindent. Még a ragadozó állatok sem voltak benne. Mindenkinek füvet kellett enni. Képzeljétek el. Tudtok-e hálát adni, hogy ma már másképp van? Akkor mindenkinek füvet adott enni. Aztán meggondolta magát. És a második nem, a vízözön után megengedte. Na jó, legyen másként is az embernek. Tehát kedvez az embernek sok helyen, és utána jön a segítség tőle. Jön a segítség. És ezek a szervek helyreállításban vannak, ha te az igében állsz, és tudod, hogy ő benne vagy, és a te szervedről az a könyv megiratott, és minden nap elmondhatod, hogy nekem minden szervem úgy kell működjön, ahogy megvan írva abban a könyvben. És ez egy hitkijelentés. Nem is imádkoztál, csak elrendelted. Rendeld el, és meg lesz az néked. És a te útjaidon világosság fénylik, ugye? Meg van írva. Ez egy elrendelés. És ilyenkor Isten akaratával kerültél egy vonalba. És tudod, hogy Isten ilyenkor tud gyönyörködni, amikor végre van egy gyermeke, aki egyként gondolkodik ő vele. És akkor ő rásegít, ami még hiányzik, hozzáteszi. És rajta van, hogy azt te meg is lásd, amiben hiszel. Rajta van. S ha nem jönnek olyan gyorsan ezek a gyógyulások, mint szeretnéd, tudnod kell, kedves testvérem, hogy beszélünk csodákról, amik azonnal megtörténhetnek, és beszélünk gyógyulásról. Amikor mint egy folyamat elindul, mert a gyógyulás sem rosszabb a Deákné Vásznától, a gyógyulás is egy frankó dolog, csak nem azonnal történik. A csoda azonnal. Szem megnyílt, egy vaknak a szem, az egy csoda volt. De ha elindul egy gyógyulás, és ha jól vessük, többségében gyógyulások vannak, egyre jobban és jobban működő szervek, keringés, az orvos megállapítja, hogy mennyivel jobb a vérkép. Az mi történt? Ez egy gyógyulás. Az egy gyógyulási folyamat. Vagyis a szervek igazodnak ahhoz, ami megvan írva abban a könyvben, amit ő írt rólunk. A szerveinkről. És ezt tessék végig gondolni, és együtt működni Istennel ebben. És az ereinknek olyan átjárhatónak kell lennie, ahogy megvan írva abban a könyvben. Nincs érszükület. Ott nincs leírva az érszükület. Azoknak úgy kell működni, és ragaszkodja ez az igazsághoz. Mert ahogy gondolkodunk, olyanná formáltatunk, olyanná leszünk, abba az irányba megyünk. Mert fontos, hogy az ige vonalán újítsuk meg az elménket, ezt érti alatta. Úgy kezdjünk gondolkodni, hogy az igében írva van. Ugye? Képzeljétek el, hogy a fejünkön lévő hajszálak számon vannak tartva. Így van írva, sokan írják be, hogy hullik a hajuk. Például, így is gyakran előfordul imakérés, hogy miért, nem tudom, hogy miért van ilyen gyakorlni. De figyelj ide, ha számon van tartva a hajszálak száma,
Elkezdesz gondolkodni. Azok megvannak úgy valahogy számozva Isten, és számon van tartva. Tudja, hogy ezen a kis póruson itt ennek egy hajszálnak kell lenni. Van egy hajgyökere, és ott kell legyen egy hal. Akkor a haj száll. Akkor képes vagy te azt előszólítani az Úrnak alatta szerint? Adott hozzá egy ilyen hitet? Vagyis képes vagy vele együttműködésben mozdulni, hogy a testedben azok a dolgok valóságán legyenek. És hit által ezek lehetségesek. Úgyhogy elmúlik, abban marad a hajhullás, és elkezdenek kinőni az új hajacskák. Képzeld el? Tehát az embernek a teste az egy csoda. Ezt szeretném vele mondani. Nem csak a szellemünk, nem csak a lelkünk, hanem a testünk is egy csoda. És amíg testben élünk, addig az Úrral együttműködve ezt az életet meg lehet élni jobban, jobban és még jobban. Mert az ember érezheti magát jól, meg érezheti magát még jobban, meg érezheti magát még annál is sokkal jobban, ugye? Ma annyival jobban érzem magam. Na most nem az érzések szerint járunk, hanem hit szerint, de azért az egy tény, hogy ma pontosan annyi a vérnyomásom, amelynek lenni kell, akkor én ma jobban érzem magam, mint amikor az egekben van, ugye? Meg van írva rólam a könyvben, hogy az úgy kell legyen, a vérnyomásnak ott kell lennie. Be van állítva, abban a könyvben. Tedd rá az ujjad, mutasd meg, ennek így kell lennie, mert így van megírva. Akkor te hitben állsz. Ezek fontos dolgok. És senki más nem tudja helyetted elvégezni. Ez karbantartás. Önmagunk karbantartása. Hogy megtaláljuk magunkat ő benne, és hogyan? Gyógyultan. Kit fog ez dicsőíteni? Jézust. Neki nem egy beteg gyülekezeti testre van szüksége, hanem egy egészséges, erővel teljes, aki menetel, válvetve az evangéliumért. Ugye? Tudja hirdetni azt, hogy Jézus a gyógyító. És engem is jól gyógyított meg. És a gyermekemet is jól gyógyította meg. Az életét mentette meg. És így tudunk egészségben egyre többet végezni Istennek. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk a testünkre. Annak az épségére. Becsüljük meg, mert ez is Istentől van. Ez Istennek a temploma. A testünk. És az Úrnak a gondviselésében adott ehhez egy hatalmas fegyverzetet, hogy karbantartást lehessen a testünkben is, az igét. Hogy kezdtem az elején? A Szent Háromság mondta, hogy teremtsünk magunknak embert, és a test része az embernek, mivel volt kapcsolatos, az ige volt az a paralel, ami a testtel volt meghúzható. A szellem, a mi szellemünkkel, Isten, és akkor az ige pedig, ami testé lesz, az ige az, ami karbantartja a testünket is. Az ige, kedves testvérem, az ige. Ha te az igét beépíted a szívedbe, és megvallásaidat ahhoz hozzáteszed, akkor az ige elkezd benned úgy működni, hogy előhozza azt, amiről szól Istennek a szava. Teremtő ereje van az igének. Teremtő ereje, képzeld ezt el. Az igét, amikor kimondod, teremtő erővel bír, mint ahogy Isten teremtette az embert. Mit tett akkor Isten? Teremtett, az ő szavával. Amikor mi kimondjuk Isten igét, akkor mit teszünk? Teremtő erővel szóljuk az igét. Saját életünkre vonatkozóan. Na, teremtő ereje van. Teremtő ereje van. És ha tudunk mondani egy áment együtt, nagyon megköszönöm, mert jön most egy olyan igazság, ami lehet, hogy nem minden nap jut eszedbe. Amikor elmész a munkahelyedre, akkor tulajdonképpen nem te mész, mert azt hiszi az ége, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Kimegy el a munkahelyre. Te viszed a testedet, de a Krisztus megy el benned. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amelyet most a testben élek, az többé nem én élem, hanem a Krisztus én bennem. Na, ez a keresztény gondolkodásmód meg fog lendíteni minket.
fel fogja lendíteni a keresztény életünket és a keresztény tüzet a szívünkben, mert ezt a Galata 2:20 írja. Krisztussal együtt megfeszítettem. És először jött a kereszthalál. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, mert jött a feltámadás is, hanem él bennem a Krisztus. Él bennem a Krisztus, amely életet pedig most a testben élek. Tudjátok, miért szeretem nagyon ezt az ige verset? Mert ki hangsúlyozza, hogy lesz élet utána is. Azt az életet, amelyet pedig most a testben élek, utána is lesz élet. Azaz, amikor kiköltözünk a testbe, jön az igazi élet, amikor megyünk föl az Atyához, megnyílik egy új birodalom. De most élünk egy életet, amit a testben élünk. Az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát érte, adta értem. Óriási megváltás által. Nem csak, hogy meghaltunk az első Ádámmal együtt, belekerültünk a szellemi halálba, hanem feltámadtunk a második Ádámmal, az utolsó Ádámmal, és az az élet él bennünk, ami a Krisztusban van, és ez az identitásodnak a következő lépés, amit meg kell találnod, hogy többé nem te élsz. Ezt tudatosítod magadba, ez óriási erőt fog adni. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Képzeld, hogy vette magának azt az alázatot, hogy egy gyarló testbe mondta, jó, ez lesz az én templomom. Megtisztítom, Szentvérével megtisztította, és felfogadott téged az ő templomának. Azt mondta, ez lesz az én templomom. Most már nem kézzel épített templomokban lakozik továbbá az Isten. Ugye olvassuk kapcsolatban? Hanem az ember lett az ő temploma. És itt bennünk él, és itt lakozik, és innen mennek az imádatok föl Isten trónja elé, vagyis egy temploma lettünk Istennek. És Istennek ne lenne gondja arra, hogy ezek a templomfalak ne omladozzanak. Hogyha omladékai vannak, hogy ne építeni föl azokat. El tudsz képzelni te egy jó gazdát, aki nem tartja karban a kis házát, amiben lakik? Egy gazda mindig itt is foltozgatja, ott is igazgatja helyre. Kis takarossá teszi, ugye, ezt a házat, amiben lakik? Hát ennyivel inkább Isten, aki beköltözik az ő templomába, azt mondja, ez lesz az én templomom, ez az én szerelmes fiam lesz, akiben én lakozom, akiben én gyönyörködöm. Elképzeled, hogy nem visel gondot arról a lakhelyről, ahol lakozik, arról a templomról, így nevezi. Nem visel gondot róla? Ami Istenünknek gondja van erre. Helyre hozogatja. Megfoltozgatja. Megújítgatja. Új sejtekkel, ha kell, elárasztja az életünket, hogy az valóban úgy működjen, ahogy meg van írva abban a könyvben. Van egy könyv rólunk, meg van írva abban a könyvben. Úgy kell működnie. Élek többé nem én. Ezt most tovább olvassuk, és így folytatja, hogy Isten fiaivá tett minket a Jézus Krisztusban, identitásunkat keresünk. Mivé tesz minket az újjászületésünk által? Istennek a fiaivá tesz minket, mert Krisztusban megkeresztelkedtünk, és ezért a Krisztust felöltöztük. Felölteni magunkra valamit azt jelenti, hogy már többet nem a csupasz tested látszik, hanem az, amit felvettél magadra, az látszik. Többé nem te, hanem a Krisztus él benned, és felöltötted magadra. Ezek rétegek. Benned is ő lakik, és rajtad is ő van. Képzeld, és közte is. És ő bennük élek, mozgok és vagyok, mindezt ő benne. Ezeket a kegyelmeket, ahogy szólja az igében, képzeld magad ebbe bele, keressük az identitásunkat ő benne. Kik vagyunk ő benne? A Jézus Krisztusban.
Ha Krisztuséi vagytok, mondja az ige, a Krisztuséi vagyunk, Ábrahám maga vagyunk, és most jön egy következő fokozat. Örökösöknek kezd nevezni minket az ige, a Galata felvezeti, hogy él a Krisztus bennünk, és Isten fiai által örökösöké tesz minket. És képzeld el, ha van egy örökséged, és hogy társ örököse vagy a Krisztusnak. Az azt jelenti, hogy minden, ami az övé, az a tiéd is. Akkor a szegénység törölve Isten könyvében. Abban a könyvben, amit rólad írt. Hogy tudjuk tartani magunkat, hogy vagyunk igen valakik az Isten országában. Ezt mind kell hozzá, hogy végig gondoljuk. Örökösök vagyunk az ő ígérete szerint. Óriási örökségünk van a mennyben. És abból itt a földön pedig igenis részt tud adni nekünk, ha hitben járunk. Ha nem is látjuk meg mindazt az áldást, amit elrendelt nekünk, de elkezdünk járni benne. És van növekedés benne, és van öröm benne, és van kegyelem benne. Hatalmas örökség ő benne. És mi ennek a titka? Ennek a titka ott van elrejtve, hogy a Krisztussal megfeszítetni, az azt jelenti, hogy meghalni. Ezt a részt nem szerették hallgatni a hívők, de mi mindannyian meghaltunk. Hát Jézus, amikor kereszten meghalt, ott voltál. Isten kegyelméből. Meghaltunk a kereszten ő vele. És amikor meghaltunk ő vele, akkor el is temettettünk ő vele. Efézus írja. Eltemettettünk ő vele. Isten kegyelme azt végezte el, hogy a fiúra helyezte a bűneinket, és azt mondta, hogy az én fiam fogja megfizetni az árát ezeknek, de olyan, mintha te szenvedtél volna. És téged vettek volna le arról a keresztről, és téged temetnek el, és te fekszel a sírban 3 napot, és te mész le a pokolba, ahol menned kellett volna, de mindezt a fiú elvégzi érted, és helyetted. Azért, hogy aztán jöhessen az a dicsőséges 3. nap. Az a feltámadás, amikor is Isten előhoz téged ő vele, és ő benne. És ezt elolvasom nektek. Az Efézus 2:4-ben írja, az Isten gazdag lévén irgalmasságban. Hát az egész az ő irgalmasságából történt, az ő nagy szerelméből történt, mert megálmodott magának téged. És elcsúszott a dolog Ádámban. Azt mondta, Isten, ezt helyre kell hozni. Ez nem maradhat így. Az embert vissza kell szerezni magamnak, akit az én képemre és hasonlatosságra teremtettem. És az gazdag lévén irgalmasságában az ő nagy szerelméből. Nagyon szeretem a Károli fordítást, mert itt nem szeretetet ír, mert Isten maga szeretet, de ez annál többről van szó. Az ő szerelméből tette ezt. Nem tudott másra gondolni csak rád. A szerelem. Akkor minden gondolatod a másik. Az a szerelem. Szeretnél másra gondolni, de nem tudsz. Az a szerelem. Az a szerelem. És az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, figyelj ide, mit tett értünk. Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, a bűnök miatt, és az eredendő bűn miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Együtt végezte el. Amikor Krisztus megelevenítette, te is ott voltál ő benne. Ez a te identitásod. Ő benne. Meglettél elevenítve. Ez amikor kihozta a szellemi halálból. Ez a megelevenítés. Akkor még a teste halott volt. A sírban. De megelevenítetted szellemben, akkor téged is megelevenített a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg, folytatja. És vele együtt feltámasztott. Tehát látod, először jött a megelevenítés, amikor kihozott a halálból, a szellemi halálból. Kaptál szellemi életet, örök életet. Utána kihozott a fizikai halálból, amikor Jézus testét feltámasztotta a sírból, amikor feltámasztotta őt a halálból, téged vele együtt feltámasztott. Így írja. Feltámasztott, vele együtt feltámasztott, itt van a te identitásod. Vele együtt feltámasztott, és folytatja, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Vagyis te valóban trónra ültettettél ő benne.
Csak úgy élünk, mintha nem tudnánk róla, vagy nem lenne valóságos. De oda föl lettünk ültetve a trónra, az atya jobbjára, ez el lett végezve Krisztusban, amikor ő oda fölmagasztaltatott. Amikor ő arra a helyre fölmagasztaltatott, akkor a te helyed ő benne el lett rendelve. Te is ott trónolsz. Hatalmat tekintve, a szellemi hatalmat tekintve, az örökké valóságot tekintve, egy test lettünk ő vele, a Krisztus teste, és ebben uralkodhatsz. Ezt neked adta, ez el van végezve. És mindezt azért tette, hogy megmutassa a következendő időkben, vagyis nem csak ezek egyelem korszaka van, lesznek következendő korszakok is, következendő időkben kegyelmének felséges gazdagságát. Nem csak, hogy gazdagságról van szó, van egy felséges, afölött való, felséges gazdagságról van szó, és ezt meg akarja mutatni neked. Képzeld el. Nem csak, hogy ott fönt eltervezte, hanem azt akarja, hogy te megismert, hogy ezt meg tudja mutatni neked. Ímé itt van, kézzelfogható az életedben. Felséges gazdagságát hozzánk való jóságából. Ezt soha nem tudtuk volna elnyerni cselekedetekből. Kegyelemből van. Az ő jóságából tette a Krisztus Jézusban. Hol van az identitásunk? Krisztus Jézusban. Ő benne vagyunk. És így a mi önértékelésünk hatalmasat tud növekedni. Ezt végig gondoljuk. Krisztus Jézusban vagyunk odaültetve. Valaki azt mondja, hogy te nem sokat érsz ebben az életben, akkor ezt a könyvet kezd olvasni. Itt megvan írva, hogy te mennyit érsz Isten szemében. És kire érdemes figyelni, ez a kérdés? Ez így megvan írva. Ez így megvan írva. Ő benne megvan a megigazultságunk, megvan a bölcsességünk, ő benne van a szeretette a szívünkben, ő minden, ő benne van. És két igen, és akkor egy hatalmas áment fogsz mondani a végére. A drága Jézusnak az a szent írásából tudjuk, hogy az Isten fia eljött. Ugye ezt tudjuk? És most egy nagy dolog következik. Értelmet adott nekünk. Vagyis itt Krisztus értelme van. Nálad is. Értelmet adott nekünk. Vagyis nem vagyunk értelem nélkül valók. Lehet, hogy néha úgy cselekszünk. Vagy úgy szólunk, nem kéne úgy szólni. Mert értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat. Ez egy óriási dolog. Odaadta nekünk azt az értelmet, amelyen felfogható az ő ismerete. Képzeld ezt el. És igenis meg tudjuk ismerni őt, sőt, odaadta ezt az értelmet hozzá. Megismerjük az igazat, és még azt is megismerhetjük, hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Hol van a te identitásod? Itt. Hogy megismered, hogy te ő benne vagy, az ő fiában vagy, és erre van egy értelme, hogy ezt fel tud fogni. Fel tud, tudod, hogy így van. És ha ezt felfogtad, ez az igaz Isten és az örök élet. Akkor van örök életed, amikor ezt megérted. És be tudod fogadni őt a szívedbe, ő a te örök életed. Örök életünk van ezáltal. Megevelenített és feltámasztott minket. A dicsőség Istené, és ezek az örömhírek megemelik a belsőnket. Ez örömhír. Amit ma mondtam nektek, ez nem károsztatás. Nagyon sok pulpitusról károsztatás hangzik el, és a károsztatás az nem feddés. A feddésnek megvan a helye. Jövő héten lehet, hogy kaptok is belőle. De a mai nap az volt az Úrnak a szándéka, hogy megemelje a szívünket, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és magunkat, hogyha tudjuk hova tenni ő benne, az a kép, az a Krisztus kép megvan a szívünkben, hogy ő benne vagyunk elrejtve, akkor egy magasabb szinten tudjuk élni a keresztény életünket. És ez az, amit szeretett volna nektek Isten ma elmondani. És mindez pedig azért, hogy lássátok meg, hogy mi nagy szeretettel szeretett minket. Ezt mondja. Lássátok meg, vagyis ezt igenis, ne vakon járjunk. Lássuk meg, mennyire szeret minket. Lássátok meg.
Mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya. Ne legyünk vakok ebben a világban. Tudjuk meg ezt, lássuk meg ezt, mekkora szeretet, hogy Isten fiainak neveztetünk. És most már Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Képzeld ezt el. Most még nem látjuk az egész képet. Hogy mi lesz akkor, amikor meglátjuk őt úgy, színről színre. Mert tudjuk, hogy amikor ő megjelenik, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá. Honnan indultunk? Teremtsünk embert a képünkre és hasonlatosságunkra. Mind dolgozott végesten végig az Atya Krisztusban? Hogy hasonlóvá tegyen minket, mert valahol ezt elvesztettük. De azt írja, hogy tudjuk, hogy amikor ő megjelenik, hasonlóvá leszünk ő hozzá. Újra. Újra eljön ez a pillanat, amin Isten munkálkodott 6000 éven keresztül. Először adta a törvényt, hogy ímé így járjatok. Aztán küldött egyet, aki betöltötte a törvényt. Isten igazsága nem csorbult. Isten azt mondta, behelyezlek a fiamba, és ő benne tökéletes vagy. Mert ő megcselekedte. És azt mondja, teteng, ismerd ezt meg. Mert most még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy amikor megjelenik, és az a nap minden nappal közelebb van. Lesz egy nap, amikor megjelenik. Amikor ő megjelenik, akkor hasonlóká leszünk ő hozzá. Képzeld el azt, hogy hasonló leszel a Jézushoz. A szellemed, de már most olyan vagy, mert megigazított. De a megnyomorodott testünkben még nem vagyunk. Ugye nem mondhatjuk, hogy hasonló vagyok a Jézushoz. Mondani mondhatjuk, csak lehet, hogy megrepedeznek a mennyezeten az elemek. De rajta vagyunk az úton, a pályán, mert Istennek itt fogunk kikötni, hogy hasonlóvá leszünk ő hozzá. És miért? Azért, mert a hasonlót tudják meglátni egymást. És azt írja, hogy meg fogjuk őt látni, amint van. Színről színre. Az ő dicsőségét, az ő ragyogását, az ő szépségét. És ez mindig izgalomba hozzá a szívemet. Eljön az a pillanat, amikor meglátom majd őt színről színre. Ha lemérnék a púzusom, már biztos ilyenkor gyorsabban verne. Olyan izgalomba tudok jönni, hogy lesz egy pillanat, amikor meglátom a királyt az ő dicsőségében. Ó, és ez a pillanat eljön. Már ezen, ha ezen elkezdünk gondolkodni, ez is egy felemelkedést hoz a lelkünknek, a bensőnknek. Tessék ezeken gondolkodni, és nem a rossz híreken, a politikai híreken, azokat kell imádkozni. De gondolkodni ezeken kell, hogy az elme megújuljon, hogy hasonlókán leszünk ő hozzá, mert már most olyanok vagyunk belül, és minden belülről jön kifelé. A láthatatlanból jön a láthatóba. És az Isten dolgozik rajta. Egy napon hasonlókán leszünk ő hozzá. El tudod képzelni a testvéredet? Aki lehet, hogy most szóba se áll még veled. De Krisztus teste. Egy napon hasonlók leszünk Krisztushoz. Dicsőségben ragyogunk. Hasonlók leszünk. Ez a mi identitásunk ő benne. Egy napon ott fogsz állni, és egy asztalnál fogunk ülni. Ott állsz Krisztus mellett, Krisztussal, és amikor asztalhoz ülünk, akkor mindannyian egy asztalnál fogunk ülni. Krisztusnak minden, azok a keresztények, akik most szóba se akarnak állni egymással. Ha ő eljön, akkor én nem jövök inkább, mondják. Ezt próbálom kerülni, nehogy találkozzak vele. Miközben mind a ketten hasonlóak lesznek Krisztushoz egy napon, és egy asztalnál fognak ülni. Képzeld ezt el? Akkor mit fognak mondani? Jaj, nem akarom látni. Jézus, ültes engem máshol. Ott fogsz vele szembe ülni, tegyük föl, és a szeretett szavakat fogod szólni. És megbocsájtás lesz a szívedben. Mert hasonlóvá lettél ő hozzá, el fog jönni ez a nap. Úgyhogy tessék ezen dolgozni már most a szívedben,
hogy az az ünneplő ruha már most rajtad lehet, szellemben. Hogy a te identitásod, az Krisztus él én bennem. Ott ülök az asztalnál. Az Úr az asztal fönn, és az összes ellenségem, aki Krisztusban valaha rám támadott, meg gonoszul beszéltem, mind ott ül az asztalnál. És mindegyiket tudom szeretni. Azzal a szeretettel, ahogy ő előbb szeretett engem. Halleluja! Ez dicsőséges. Ez dicsőséges. És örökké való igazság. Igazságot szóltam nektek. A Krisztusban. Igen. És ő lesz az, aki letörli a könnyeinket. Az a testvér kapcsolat helyre fog állni. A Jézus nevében. Gyerek ide előre, hadd imádkozzunk érted. Gyerek ide előre, hadd imádkozzunk érted. Gyerek ki. Az a testvér kapcsolat helyre fog állni. Isten megérintette a szívedet. Gyerek ide előre. Nyújtsuk ki a kezünket. Nyújtsuk ki a kezünket. Kérek valakit ide. Nyújtsuk ki a kezünket. Ó, millió köszönet, Atyám, millió köszönet, Atyám, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és a Krisztus mindent helyreállít, és felépít, és meggyógyítja ezeket a szívrepedezéseket, Atyám, a töréseket. És ő a vigasztalásnak Istene, a Szent Szelmet küldte, mint vigasztalót a szívünkbe. Ezek a kapcsok és kötelékek helyreállítást nyernek a Krisztus testében, mert ő helyezett el minket a testben, tagoknak részszerint, és ezeknek a kapcsoknak a Szent Szellem olajában működni kell, és megdorgáljuk az ellenséget, és megparancsoljuk, hogy levegye a kezét ezekről a szeretett kapcsokról és kötelékekről, és a te szíved olyan gyönyörűséges helyreállítást kap az Úrtól, hogy nem lesznek többé könnyeid, hanem örvendezések lesznek az Úrban, ha megtalálod magad az Ábrahám Istenében, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében, a Jézus nevében, aki a mi a messiásunknak az atya, ami Abbá atyánk, a teremtőnk és az alkotónk, és az a védőburok betakar téged, és az a védőburok, ez átjárja az egész életedet, és kihat mindenre, ahol eddig a sátán bántani akart, és az embereken keresztül teszi ezt. Megtiltjuk neki minden gonoszságát, megtiltjuk neki, hogy a lelkedre bármilyen kárhoztatás szóljon, nem szólhatja ezeket, mert te Krisztusban tökéletes vagy, és megbocsájtottál a szívedben. Megbocsájtottál, és pontosan úgy, ahogy neked is megbocsájtatott Krisztusban. Ezért te szabad vagy, és az a szeretet ki tud áradni a testvéred felé, és a családtagjaid felé ki tud áradni ez a szeretet. Ez a szeretet pedig győzedelmeskedik minden felett. Minden felett győzedelmeskedik. És a könnyebbség olaja jön az életedre. A könnyebbség olaja, és ebben a könnyebbség olajában meg fog könnyebbedni a szíved.